Góranga! Az következik, ami még soha nem volt. Majdnem 30 fokos víz. Tehát meleg víz. De egyébként, hát szerintem érte a nap. Nincs ez olyan 30, ez ilyen 20, 25. Tehát ilyen kifejezetten ilyen kézmeleg víz. És egy kuta. Lara. Meg fog lepődni. Én is. Még soha nem csináltunk ilyet. Hát meg fogom ide beállítani. Hát ha nem borítja fel a szél. Látszik így valami? Ez is felborul? Na, így talán nem borul fel. Segít nekünk ez a kis faj, igen. Na. Lara, gyere ide, életke. Gyere, macskóka. Holuk! Jaj, de nagyon így vagyok. Nem mászol ki. Várjál. Nem mászol ki. Hát hűdik a Lara. Hűdik a Lara. Látszik ebből, nem tudom, hogy hogy áll ez a vacak. Most akkor ugye fontosabb vagyok itt a videó, de... Megnézem innen, maradjál! Nem mászol ki! Várjál! Mindjárt pacsizol! Nézem! Ahol látszik jól! Jaj, de fűdik a lány! Nagyon jó! Ugyanis hétfő van, és hétfőn viszem a kutyákat az óceánba fürcsizni. Van a sampon? Kutya sampon, aloe verás, soha életében nem látott aloe verát ez a sampon, ugye? Jaj, de nagyon, hát jól hangzik a Lara. Hogy mi? Hagyunk Sántinak is fel. Hát a fejecskéjét kéne meg, most ide azt most nem mossuk meg. Majd szólok időbe, hogy majd meg fogom nektek mutatni Lara fülét. Tele van ilyen kis, hát ilyen nem tudom mikkel, amik folyamatosan kivezetik a vért. Meg van egy hatalmas vágás a bal fülén. Azt nyitva kell hagyni, és nyitva kell tartani, úgyhogy most kaptam ilyen különböző készítményeket, és tehát a tölcsér marad, de a kötést levették. Szóval azt nem ajánlom mindenkinek megnézni. Annyi. Nagyon ügyi vagyok. Nagyon ügyi vagyok. Nagyon ügyi vagyok. Várjál egy kicsit előre. De nyakodnak. Kapcsoljuk a technikát. Oké. Jó. Nagyon jó. Nagyon szép lett a Lara. Na várjál, elmutatjuk a népnek a füledetet. Várjál, kicsit várjál, kicsit. Jó, Lara, mindjárt kiveszlek. Mostantól az, aki nem bírja az ilyen undi dolgokat, ne nézze. Légy szíves. Szóval Lara fülébe rengeteg ilyen kis nem tudom mit vartak. Tehát ezért tartott ez 4 óráig, mire ezt a vaszkot belevarták, és most jön a nagyon undi. Na, ezt kell nyitva tartani, ebbe van valami beletéve.
és nem szabad, hogy beolvadjon. Ma kivettek egy golyót, és ezt is nyitva kell tartani. Azt mondta a doktornő, hogy nagyon-nagyon szép, és nagyon jól gyógyul. És Lara nagyon-nagyon türelmes. 3 hétig majdnem minden nap sírás volt, meg hajnalban dagadt fül. És ez tényleg nagyon undorító, meg egy nagyon nagy beavatkozás volt. Nem szenved a kutya, gyerekek. Nem szenved a kutya. Na váltok ezt. Visszateszem ide, hát ha nem esik le. Jó van. Gyere, harci maszkó, de várja, így nem tudok kíváncsi, csak innen. Így fordulj meg? Így fordulj. Nem. Lara, így megfordulsz, így. Tarám, életem. 47 kiló vagy, bazdmeg, ne üljél már le. Bocsánat, elnézést, kicsúszott egy csúnya szó. Gyere, Lara. Jó. Oké. Ne essél már le. Nagyon szép lettél. Jó van. Sánti az neccesebb lesz, majd mindjárt hozom őt is. Nem, Lara, nem. Na ezért kell sajnos megkötni, mert ugye mindenbe belemászik, és már ma beleszorult egy bokorba, így belement fejjel, de nem bírt kiszélni végre. Nem, Lara. Na, pillanat, megkötöm a kutyámat. Nem tudom, elvileg megy. Sánti, gyere! Nyugodtan, egyedj meg. Pancsi. Na, változatosan kedvé, Sántika meg tüdőgyuszit kapott. Hát igazából nem tüdőgyuszi, hanem... Nem. Hát, de jó erős vagy. Valamit... ugye rágja mindig ezeket a fát, meg mindent. És... valami a tüdejére ment. Úgyhogy ma ugye Larával minden nap menjünk orvoshoz. Sántika is... meg lett vizsgálva, kapott ellátást. Neked megmossuk a kis fejeskédet, és a füledbe ne menjen. Jó? Nagyon jó. Nem. Sántika, meleg víz. Na, nem is hullámzik el. Az óceánnal az a bajod, hogy hullámzik. Várjál. Sampon és balzsam. Tuin van. Nagyon jó! Jaj, de szereti Sántika azt a fürdést, he! Nagyon ügyes vagyok! Nagyon ügyes vagyok! Jó! Már nem ugorjál ki a mélypapos, vagy légy szíves! Nagyon ügyes vagyok! Nagyon finom meleg víz! Az jutott eszembe gyerekkorunkba. A tesóm volt ugye az idősebb, ő fürdött először a kádba, utána meg én. Ugyanabban a vízbe. Nem lesz semmi bajunk ám. Szóval valaki kivetalálja majd, hogy itt a sivatagban én is lecserélve a kutyák között a víz. A meleg víz. Nagyon ügyes vagyol. Nagyon-nagyon ügyes vagyol. Nagyon ügyes vagyok. Ja, nem vagyok egy kutya kozmetikus, szóval én csak az óceánban szoktam kutyát fürdetni. Nem, igazából ott fürdeti az óceán. De azért... igyekeztünk. Jó, mindjárt kiveszem. Nagyon szép kis pofád van neked. Várjál. Most jön a masszázs. Nagyon szép vagy. Gyere kis kutyám. Gyere. Gyere, macskunk. Ok.
Csak akik nem ismerik a körülményeket. Tehát ez egy sivatag. Nincs vezetékes víz, meg vezetékes áram, meg semmi nincs. De azért megoldottuk, gyerekek, a kutya wellness 29 foknak írja ez a hőmérő, de nem hiszem, hogy olyan meleg volt, inkább olyan 25 fokos lehetett. Na így köhög. Sajnos. Majd hónap után is megyünk. Úgyhogy nem érheti szó a ház elejét. A sziklás sivatagba. Maximális. Sajnos ez a krákogás, ez mindegy, kapott különböző injekciókat, ha valami tüdőgyulladás, lehet, hogy belélegzett valami faszöszmözt. De hát sajnos ugye mindent megvág a kiskuta. Sajnos meg kell kötnöm őket, mert a Sánti egyből gyógyítja Lara fülét. Meg Lara ugye mindenáról akarja tolni a gallért. Úgyhogy ide, hát ideglenesen ide rögzítettem. Jó van, neked már nem kell törőköző. Kérem a törőközőt. Sánti, gyere. Anyi. Nagyon szépek lettetek. Jó van. Mindenbe tolja bele a fejét, csak hogy megszabaduljon a gallértól. Nagyon szép lett a bundid. És ez a baj, hogy már mászik és már nyalja. Na! Egyébként ezt rendszeresíteni fogom. Vizem van, napfény van. Powerbankról fel tudom tölteni a kis zuhanyt. Sampon és balzsam adott. Úgyhogy minden adott. Jó. Hát sajnos most így köhög. Sánti. Lara meg nagyon türelmes világbajnok. Úgyhogy meg ami a legfontosabb, most már nem sír. És egyébként nem... Na, halljátok. Mindig van valami. Na, jól van. Vigyáztunk a füledre, nem ment bele víz. Sántika, merre kolbászolod? Jó van. Akkor leülsz ide? Igen. Sánti? Jó. Na, hát így zajlott. Krisna völgy első, mi volt ez? Kutya wellness. Így vizsgázott a kutya wellness. És ezt most már jövőben majd rendszeresítjük, arról már készítek videókat, ne aggódjatok. De már alig várom, hogy lekerüljön a gallér, meg túl legyünk ezen a több mint 3 hete tartó rémálmon. Legyen csodaszép napotok! Om Tat Sat, Hare Krishna. Hari Hari Bol.